A mérkőzés első két gólját a hazaiak lőtték, 3-3 után viszont az EHF kupa címvédő vendégek zsinórban 6 gólt szereztek. A Kisvárd az ittszereket rontott, nem nagyon találta a siófoki védekezés ellenszerét, így a szünetre 8-16-os állásnál vonultak le a csapatok. A második félidőben a hajráig felváltva estek a gólok, az utolsó 10 percben azonban növelni tudta előnyét a vendégcsapat, amely végül 12 gólos sikerrel távozott Kisvárdáról. Nagyon fókuszáltak voltunk, és a találkozót, a győzelmünket gyakorlatilag az első félidei védekezésünkkel alapoztuk meg. Úgyhogy amikor az ember idejön Kisvárdára, akkor tényleg azért szeretné megnyerni a mérkőzést, mert nem egyszerű, és boldogan hazatérni, most ezt megtettük. Támadásban helyenként azért körülményesek voltunk, de ez belefért ma, úgyhogy összességében elégedett vagyok. A hazaiak vezetőedzője főként az első játékrészben kihagyott helyzetek miatt volt bosszús. Sajnálom az első fél időt, mert azt gondolom, hogy túl sok lehetőséget hibáztunk el. Ugye 8 gól lett a fél idő vége, és mindez úgy, hogy 700%-os tiszta zicsert hibáztunk a kapussal szemben. A Szikora azt gondolom ebben a periódusban gyakorlatilag sakmattot adott. Mindezek mellett összességében nyilván a siófoki védelem is teljesen jó volt, de azt gondolom, hogy az első fél időben sokkal több volt a kialakított helyzetek alapján, legalábbis én azt érzem, illetve nagyon sok kontragólt kaptunk abból a néhány technikai bángból, amit elkövettünk, illetve sok olyan ítéletet is kaptunk, amiből gyakorlatilag pozícióhátrányban voltunk és lefutott a siófok. A mérkőzésen 4 találatig jutó Szabó Nina szerint kevesebb kapott góllal kellett volna lehozniuk a mérkőzést. A védekezésben talán sokszor szabadon hagytuk a beállójukat, ezekből is könnyű gólokat tudtak szerezni. Nyilván, amikor már elmegy az ellenfél, sokkal küzdünk visszafelé, de ez most nem sikerült. Második fél időben próbáltuk tartani az eredményt, vagy visszahozni kevesebb több sikerrel. Úgy gondolom, hogy jövő héten újabb feladat vár ránk, ami ezentúl sokkal fontosabb is. Mindent megteszünk, hogy a jövő hétvégét sikerrel zárjuk. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár Békés Csaba 29-28, Dunaújváros Ferencváros 24-30, Debrecen Vász 29-30, MTK Budapest Érd 40-35, Győr Albafehérvár 49-23 és Szombathely Szent István Ese 35-28. A tabella élén a Győr áll 34 ponttal, megelőzve a 29 pontos Ferencvárost. A 9 ponttal 11. Kisvárda szombaton, a 2 ponttal a sereghajtó Szent István Ese otthonában lép pályára.